1941-ben a történelmi sors két ízben is fegyverbe szólította a magyar nemzetet. Április első harmadában Simovics szerb tábornok államcsínye, valamint Szeged és Pécs bombázása nyomán megindultak a magyar és német seregek. Honvédségünk lendületes rohammal törte át a szerbek erődvonalát, és napok alatt szerezte vissza a 23 évig rabság alatt szenvedett bácskai, baranyai és muramenti országrészeket. Honvédeinket nem tudták feltartóztatni sem a megerősített határházak, sem a drót és harckocsi akadályok, sem a beton erődök sora. Rejtett erődeik sem téveszthették meg honvédeinket. Elpusztított táviró vezetékeket mesébe illő gyorsasággal állították helyre híradó katonái. Páncélosaink tűzkeresztsége a győzelmes harcok sorozatává vált. Harcok után lett Szabadka ismét szabad. A komitácsik és csetnikek ott támadásait egymás után tették ártalmatlanná a honvédek. Romok, tűz és füst jelezték a hátráló szerbek útját. Palics, a kedves kis fürdőhely nem sokat szenvedett. Zombor felé ugyancsak lendületesen törtek előre katonáink, és utcai harcok után vették birtokukba a várost.
délvidéki harcok során kerültek első ízben harcba vetésre ejtőernyőseink is. A vármegye hajdani székhelyét és romokban heverő régi várát huszáraink foglalták vissza. Doroszló népe már ünneplőben fogadta a magyar csapatokat.
felszabadult rabsága alól új vidékes. Szerbek büszkesége, a báni palota épségben maradt, de a Duna hidakat levegőben röpítette a kivert ellenség. A Duna déli partján ismét horvát kézbe került a 23 évig szerb katonákkal megszállott Pétervárad régi erőssége, amely alatt győzelmesen haladtak el a magyar folyamőrök egységei. És felszabadult a Muravidék népe is. Honvédeink tovább üldözték az ellenséget, hogy az új határ mentén megtisztítsák a területet a szerb katona és csetnik osztagoktól. Majd visszafordulva győztesen tértek haza helyőrségeinkre. Thank you.
hazaérkezve Budapestre, gyors sereg testeik hősei tisztelegve robogtak el a régi hősök emléke előtt. Győzelmes tűzkerességen átesett folyamerők a régi tengerész hősök emléke előtt tisztelegtek. Az új hősök méltó utódai a régieknek.